Egy Michelin csillagos séfnek legalább akkora elismerés, mint egy színésznek egy Oscar-díj. Idén Sárközi Ákos és étterme kapta meg a díjat. Amikor megtudta a hírt, nem is akarta elhinni, átverést sejtett a dologban. Jó lenne. Nem vicc. Jaj, hagyjál már. Hello, fia. Ákost így szembesítették azzal, hogy övé a megtisztelő cím. A séf egy gyermekkori szerencse sorozatnak köszönhetően ragadott acélkést. Voltam olyan szerencsés ember, hogy mindig olyan emberek mellé sodorta az élet, akik mindig alakítottak egy kicsit. A szerény szakács minden reggel kávét főz összes kollégájának, és csak utána kezdik a kemény fizikai munkát, mely egyben a hobbija is. És folyamatosan gondolatok kavarodnak a fejembe, ha elmegyek valamerre, sétálok az utcán, megfognak illatok, érzések, alakzatok. Kedvünkért marinált lazacot készített paradicsommal, zöld algával és céglával. Én ízebben gazdag konyhát szeretem. Nagyon szeretem az egyszerű ételeket, egy picit nem átalakítva, hanem a saját látásmódomban bemutatni az embereknek. És azt gondolom, hogy az étkezés maga nem csak egy cselekvés, mert hogy ilyesek is enni kell, hanem hogy élményt tudjunk nyújtani az embereknek, és ez fontos számomra. Az egyetlen negatívum, hogy munkáját nem tartja családbarátnak. Keveset látja 6 éves lányát, Annát. Az egész életemet a szerencse határozta meg. Nekem sose kerestem munkát életembe. Egyszer volt egy időszak, amikor azt mondtam, hogy így a szélrózsa minden irányába elküldöm az önéletrajzomat, és akkor voltam a világ legszerencsésebb ember, amikor egy olyan típusú ember hívott föl, Ambrus Péter, aki a Bicsár Attila főnöke volt, és oda hívott Attila mellé. Én ezt olyan kimagasló szerencsének tartom, amit nem tudott még senki überelni.